Magyar Kanizsa polgárai a köztársasági intézkedéseket betartják. 65 évnél idősebb személy nem tartózkodik az utcákon, és a többi közterületen sem látni idős személyeket. Mától kezdődően a Magyar Kanizsai Városházán nem lesz ügyfélfogadás. A Magyar Kanizsai Községi Közigazgatási Hivatalban a szükségállapot bevezetése miatt csak telefonos ügyintézés van. Ugyanez vonatkozik a többi önkormányzati intézményre is, de az állami intézményekben is csak telefonon fogadják az ügyfeleket. Önnek mi a tapasztalata, az észrevétele? Az emberek betartják az állami köztársasági intézkedéseket? Egy része nagyon felelőtlenül viselkedik, úgyhogy várható, hogy ennek szankcionálásai fognak következni. Nem kell csodálkozni, ha büntetések sorozata éri majd a lakosságot. Mit tapasztalt az utcákon? Az utcákon még mindig nagy a mozgolódás, tehát a nyugdíjasaink valószínűleg, hogy feszítik a húrt ilyen téren. Nem tapasztalnám, hogy meghúznák magukat és otthon maradnának. Az illetékesek tervet dolgoztak ki arra vonatkozóan, hogy a következő időszakban hogyan használhatják a polgárok a köztereket, elsősorban a vásár és a piaszteret. Attól függetlenül, hogy azt mondták, hogy nem kellene az időseknek kimozdulni, nagyon sokat látok mindenfelé. Az idősek sétálgatnak, bevásárolnak. Szerintem az is a baj, hogy nagyon sok idősnek a rokonai külföldön tartózkodnak, és pont azért nem tudnak segíteni, hogy nincs is, aki segítsen. Tehát szegénykéim rá vannak szorulva saját magukra, hogy kimenjenek, muszáj nekik egyszerűen kimenni. Azoknak a személyeknek, akik segítségre szorulnak, a szociális központ megnyitott egy telefonvonalat. A hívásokat a képernyő látható számra várják. Itt egyebek mellett élelmet, gyógyszert és tűzifát kérhetnek a polgárok. Ennek érdekében a házi segítségnyújtás szolgáltatása azokon a településeken is biztosított lesz, ahol eddig nem volt. Arra kérem a családokat, hogy az időskorú családtagjaikról fokozottan gondoskodjanak. A Kommunálac kommunális szolgáltató közvállalat és a tűzoltók fertőtlenítették a közterületeket a községben.